Ezzel a kezdőrugással és kapura lövéssel rajtolt az elmúlt év augusztusának közepén a nyíregyházi kispályás bajnokság 2022-23-as idénye. Azóta közel 600 meccset játszottak le a csapatok. Az elmúlt hetek esős időjárása miatt jó néhány mérkőzés elmaradt, azokat folyamatosan pótolják. Öt csoportban még nyílt a bajnoki címért folyó küzdelem, öt csoportban viszont már megvan a győztes. Az A csoportban az igazi nagy Piccolo család az behúzta most a bajnokságot, tulajdonképpen ők megnyerték már a terembajnokságot is, szuperbajnokok voltak, ez egy óriási csapat, hiszen szurkolótáborral együtt jönnek ki nagyon sokan, és már egy héttel ezelőtt megnyerték a bajnokságot, tehát az A csoportban, az elit csoportban lettek ők elsők, a C csoportban majdnem 100%-osan sikerült a Real Bírsnek, de két héttel ezelőtt az Elszerbéti elkapta őket két és fél évi veretlenség után, de viszont magasan megnyerték már a bajnokságot. Az egy csoportban a Sajtos Pogácsa, ott a kézilabdások vannak összegyűlve, tehát gyakorlatilag több régi futbolista is játszik a csapatban. Az F csoportban Nativus csapata nyert, és az öreg fiúk első osztályban viszont a John Bull korona csapata nyerte már meg a múlt héten a bajnokságot. A bajnoki cím megszerzése mellett plusz motivációt jelent a csapatoknak a nemzetközi porondra lépés lehetősége. Magyarországi Mini Futball Szövetség felajánlotta azt a lehetőséget, hogy mivel hogy kimondottan magasra értékelik a nyíregyházi kispályás labdarúgó bajnokságot, hogy az A csoportnak a bajnoka és a második helyezettje, illetve a szuper kupa győztes csapat, valamint az öreg fiúk első osztály bajnoka részt vehet Hajdúszoboszlón egy nemzetközi porondra való kikerüléshez, egy bajnokok tornáján, és ez nagyon nagy kitüntető dolog számunkra. Ezen túl még gyakorlatilag a terembajnok is részese ennek, de viszont a terembajnok az ugyanaz, mint a Piccolo söröző, tehát az A csoportban az első helyezett. Ezzel nagyon komoly értéket képvisel a mi bajnokságunk. Én büszke is vagyok rá, hiszen a mi csapataink akárhol elmennek az országba, mindenkit legyalulnak, tehát kitűnő futballisták vannak itt, és én nagyon örülök ennek. A szuperkupát a csoportgyőztesek és a két legjobb második helyezett számára a bajnokság végén június közepén rendezik meg. Azt követően pedig már a Sóstói Strandfoci Fesztiválra készülnek a játékosok. A 11. tornán július 20-tól 23-ig rúgják majd a labdát a homokon a kispályás specialisták.